Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi 189. törvénymódosítása címmel Novák Előd Mi Hazánk képviselő úr által Téper 8524 számon benyújtott törvényjavaslat társadalatba vételéről való döntést. Tisztelettel köszöntöm ülésünkön Novák Előd képviselő urat, és megadom a szót, hogy előterjesztését szóban is indokolhassa. Tessék parancsolni, képviselőnél a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt bizottság, a Szivárvány Koalíció pozíció éhsége miatt az alpolgármesterek számának háromban való maximalizálását kezdeményezte a Mi Hazánk mozgalom e törvényjavaslatban, miután például a DK fővárosának, hát legnagyobb szerzeményének minősülő Újbuda önkormányzatában a korábbi kettő helyett már öt alpolgármester lenne a következő, most kezdődő ciklusban, hogy egyben tudják tartani a marakodó ötpárti koalíciót. Ami egyébként a Szivárvány koalíció kifejezést illeti, bizony az újbudai alpolgármesterek fele nyíltan homoszexuális és propagálják devianciájukat. Az önkormányzati alkalmazottaknak igazodási ponttá is téve az LMBTQP mozgalmat, ami egy például óvodai pedofil botrányig is vezetett Újbudán. Mert hogy az óvodákért felelős momentumos alpolgármester is nyíltan homoszexuális, ő tűzte ki a másik homokos alpolgármesterrel együtt a szivárványos zászlót az önkormányzat épületére. Rendben, azt gondolom, hogy összefügg, hogy mennyire burjánozhatnak el az alpolgármesterek, adott esetben a DK fővárosában a nyíltan homoszexuális alpolgármesterek. Minden esetre szerte az országban probléma ez, abban igaza van elnök úrnak, és ezeknek az elburjánzó politikai kifizető helynek tekintett klientúra építésnek a megfékezésével kellene kezdeni. Elsőként az alpolgármesterek számának csökkentésével milliárdokat spórolhatnánk meg ugyanis az adófizetőknek. Például az előbb említett a főváros legnépesebb 11. kerületében a mostani ciklus elején, tehát a balliberális hatalom átvétel után rögtön megduplázták az alpolgármesterek számát, és ez az, ami a jelek szerint még nem elég nekik, tovább növelnék. Egyébként korábban ugyanilyen számban duzzasztották a bizottságokat, azzal együtt tisztségviselőit és a kifizető helynek használt tanácsnoki posztokat is, valamint az alpolgármesteri stábokat. A Mi Hazánk mozgalom ennek gátat vető módosító javaslatát sajnos senki más nem támogatta, a Fidesz képviselői sem. Tehát önkormányzati képviselőként 2019-ben egyedül szavaztam nemmel a DK-s alpolgármester előterjesztésére is, mely a gátlástalan klientúra bővítés többek között az alpolgármesterek számának megduplázását indítványozta. Ezért nyújtottam be most a törvényjavaslatot, hogy most már legyen elég, és ezért maximalizálnánk. A törvényi maximumban határozták meg egyébként Újbuda rekordszámú alpolgármesternek fizetését is, és a négy alpolgármester csak tanácsadókra 336 millió forintot költött. Az elmúlt évben, néhány évben az átlag taxira költött összeg meghaladta 3,2 millió forintot, ebből egyébként hétvégi és éjszakai utakat is, taxizásokat is finanszíroztak közpénzből. Ennek vetne tehát véget az általam benyújtott törvényjavaslat. A Mi Hazánk mozgalom szerint ugyanis az Újbudán és sok más helyen törvényi maximumra emelt önkormányzati adók helyett inkább csökkenteni kellene a luxus kiadásokat, így a polgármesteri vezetés kimaxolt fizetését, az alpolgármesterek számát, és az egész politikai apparátust, a tanácsnoki kifizetőhelyeket, továbbá a szaporodó önkormányzati cégeket összevonni, a cégvezetők prémiumát pedig megszüntetni volna szükséges. Tisztelt bizottság, ha esetleg ebben a egyszerű formájában nem támogatnák a törvényjavaslatot, nem értenek esetleg ezzel a maximalizálással vagy a mértékével egyet, akkor módosító javaslatot még lehet hozzáfűzni. Most egyáltalán az a kérdés, hogy tárgysorozatba venni engedik-e több mint negyed év múltán, hiszen több mint negyed éve nyújtottam be ezt a javaslatot, és szerintem különös aktualitását adja, hogy a következő hónapban fognak megalakulni az önkormányzatok. Nem mindegy, hogy egyre elbunyázó politikai apparátussal, vagy pedig valami mértéktartásra intjük őket törvénymódosítással. Végül szeretném sérelmezni azt is, hogy ugyanennek a ugyanennek az önkormányzati törvénynek benyújtottam egy másik módosítását is augusztus 15-én. Ugye a házszabály szerint az illetékes bizottság kijelölésétől számított 30 napon belül kell dönteni. Hát arra már sajnos nem tért ki a házszabály, hogy a házelnök úr mennyi időn belül kell, hogy kijelölje az illetékes bizottságot, ami normális esetben egy-két munkanapon belül nyilvánvalóan megtörténhetne. Könnyű megállapítani, és teljesen egyértelmű, hogy ez esetben is az igazságügyi bizottság az illetékes.
Úgyhogy bár azt reméltem, hogy a múlt hónap közepén benyújtott javaslatomat itt a szeptemberi igazságügyi bizottság ülésen is tárgyalhatjuk, hiszen összefügg ez a két javaslat, mert pont most folynak a tárgyalások szerte az országban, és ezért a TP 8916-os javaslatom, ami a külső bizottsági tagok demokratikus választása érdekében szorgalmazza a helyi önkormányzati törvény módosítását, az azért volna aktuális, és azért kérem elnök urat, hogy házelnök úrnál kérvényezze a mielőbbi kijelölését ennek a bizottságnak, mert most folynak a tárgyalások, és azok a visszaélések is, hogy sokszor ilyen egypártrendszerhez hasonlóan csak a Fidesz jelszóval, de biztos vannak rá baloldali példák is, én egyelőre csak ilyen fideszes példákat tudok, amikor esetleg semmilyen bizottsági helyet, vagy mondjuk külső bizottsági helyet nem biztosítanak a választások a mandátumhoz jutott tapasztalataim szerint mi hazánkos képviselőnek, de ahogy említettem, lehet, hogy van más jogsérelem is. Ezért remélem, hogy ezt a másik javaslatot is mi hamarabb a bizottság tárgyalja, de addig is kérném, hogy ennek a törvénynek jelen módosító javaslatát tárcsalozatba venni szíveskedjenek. Köszönöm szépen. Mielőtt a vitát megnyitnám, reagálnom kell előterjesztő úr által felvetettekre. Nyilván az ötödik napi rendi pontunk kapcsán. Képviselő úr 2024. 6. hó 4-én nyújtotta be a törvényjavaslatát. A bizottság kijelölésére egy napra rá 2024. 6. hó 5-én került sor. A tárgyalási határidő pedig 2024. 9. hó 20. Én úgy látom, hogy mindenki betartotta bőven azokat a határidőket, amik elő voltak írva, és házelnök úr is ugye egy napon belül kijelölte az igazságügyi bizottságot. Ha majd egy másik törvényjavaslat napirendje lesz, akkor arra is majd fogok válaszolni, hogy az miképpen történt. És akkor a vitát megnyitom, kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. Jelentkezőt. Nem látok, a vitát lezárom, így nem tudom újra megadni előterjesztő úrnak a szót. Szavazás következik. Kérdezem, a bizottság tagjait támogatják-e a fenti javaslat tárgysorozatba vételét. Kérem, kézfelemeléssel most azok szavazzanak, akik igen, aki nem, és aki tartózkodott. Köszönöm, megállapítom, hogy a bizottság 0 igen szavazattal, 10 nem szavazat ellenében, 0 tartózkodás mellett az indítványt nem vette tárgysorozatba. Ezzel ezt a napi rendi pontot lezárom.